Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! A mai videóban nem más fogok csinálni, mint össze fogom hasonlítani a magyar elektronikai boltot az ausztrál elektronikai bolttal. Ezt még nem másképp fogom megtenni, ugye szokás szerint, mint felmegyek az internetre, és megnézek egy magyar weboldalt, amelyik elektronikai cuccokat árul, meg megnézzünk egy ausztrál weboldalt, ami elektronikai cuccokat, dolgokat ugye árul. És ezt a kettőt szeretném összehasonlítani. Nem árakban kimondottam, hanem hogy néz ki, mit lehet kapni nálatok, ugye, mit lehet kapni nálunk, hogy lehet ezt megvásárolni, és hasonló dolgokat. Az egyik ilyen weboldal lesz, magyar weboldal, a MediaMarkt, ugye múltkor kérdeztem tőletek, hogy melyik az az oldal, amit érdemes megnézni. Én ezt ismertem, ti ezt ajánlottátok a legtöbben, úgyhogy én ezt fogom megnézni, aztán utána megnézzük az ausztrál weboldalt. Úgyhogy nem húzom az időt tovább, de lemegyek most kicsibe, és elindítom a felvevőt itt a számítógépen, úgyhogy nézzük együtt a weboldalt. Betöltődött a MediaMart, ez az oldal, ahogy látjátok, ugye szerintem ezt mindenki ismeri ezt az oldalt, aki Magyarországon lakik. Ebbe a boltba én már voltam. Amikor Magyarországon voltunk ugye legutoljára, elmentünk, ugye ilyen elektronikai dolgok engem nagyon érdekelnek, és ahogy látom, ugye itt egy nagy hirdetés, LG napok 12-től 20% engedményig a megjelölt LG televíziókra, tehát nem mindegyikre, ugye. Aztán mi van itt? Az áruházak, gondolom, hogy hol lehet őket megtalálni a város melyik részén. Információ, hírlevél cégeknek, akciók, minden kategória. Így ki tudod ugye választani, ugye, hogy mit akarsz nézni, tévét, milyenféle fajta tévét. Ahogy látom, fotó, videó, optika, ezek gondolom a fényképezőgép, mobiltelefon, gaming software. Ez angolul van odaírva, gaming, te! Én azt hittem, hogy valami játékok lesznek odaírva. Na mindegy, ez nekem furcsa. Film az ugye, film, zene, könyv, barkács, kert, ott barkács dolgokat is lehet vásárolni. Na mindegy. Háztartási gépek, számítás, technika, iroda. Most nem kattintok rá egyikre, sem menjünk lejjebb. Tehát itt látom, hogy ezt ajánlják nekem. Látod, neked ajánljuk. Ez micsoda? Liuper, ez mi? Vegyen meg áruházunk. Ez hüttő? Vagy ez micsoda? Kombinált? Ezt arra rákattintok. Szerintem ez hüttő, nem? Ezt a márkát nem ismerem. Na várjál, bejött. És ez egy hűtőszekrény. Na, jól tudtam, 99 ezer forint. 100 ezer forint, 130 forint ugye le van árazva. Kosárba teszem, ugye meg tudjuk venni. És mi van, ha fel akarom venni? Vagy ezt kihozzák nekem? Vagy ez hogyan működik? Átvétel módja, 10 ezer forint kosárérték felett ingyenes házhozszállítás. Ingyenen kihozzák akkor nekem ezt a hűtőt. Aztán mi van? Utánvétes. Mi az az utánvétes? Átutalás, azt gondolom, ugye átutalom, itt mutatom. Átutalom a pénzt. Bankkártyás fizetés. Bankkártyás, az nem úgy van, hogy átutalással megy az is, vagy lehúzzák, mikor kihozzák nekem, hogy ez hogyan működik. Aztán mit adnak nekem? 60 napos garanciát. Csak! Hát az nem sok. Nálunk többet adnak, mint 60 nap azért. Általában egy vagy két évet, de néha még többet is. De nem 60 napot, azért annál többet adnak. Na minden, megmutatom azt is nektek, hogy én visszamegyek. Aztán mit nézzünk meg? Mit lehet itt? Ingyen házhozszállítás az egész országban, ugye 10 ezer forint felett, ezt az előbb láttuk. Nyaralás alatt is megkaphatod. Nyaralásod alatt. Az biztos, hogy akkor nem vagyok otthon, hogyan kapom meg? Max ott hagyják az ajtó előtt a hűtőt. Csak én, hogy a szomszéd belepakoljon, nem? Magyar, ugye? Mink attól függ, hol lesz. Na ugye, megint beszélek hülyeséget. Aztán readás. Tejhabosító készülék. Ez nem tudom milyen márka. Tejhabosító. Milyen biztos, hogy van nálunk. Én nem szoktam ilyen kávés dolgokat inni. Hűsítő ajánlatok. Ventilátor. Grillezzünk együtt. Érdekes. Én csak így gyorsan ugye átmegyek rajta, mert gondolom titeket jobbára az érdekre, hogy nálunk mi van. Csak próbálom nézni. Vedd meg nálunk Plyt belépőjegyet. Plyt. Azt gondolom a YouTube-os, nem? Nem a YouTube-os? Szavazz ránk. Köszönjük. Na most nem szavazunk. Aztán itt vannak ugye, hogy nézd, lehet fizetni PayPal-val.
Ez érdekes, mert úgykor kerestem egy boltot Magyarországon, egy ilyen játékboltot, akartam valamit ott vásárolni, és nem találtam, hogy PayPal lehetne fizetni, vagy nem. Na mindegy. Úgyhogy felmegyünk. Amit nem látok, hogy hogyan lehet ugye megvenni mondjuk, hogy mondják magyarul, részletfizetésre. Tehát azt nem láttam, hogy hogyan lehetne megvenni. Vagy hogyan működik ez nálatok. Végülis azt reklámozzák itt, hogy 60 napos pénz visszafizetési garanciával. Na mindegy. Úgyhogy, most még nem más fogok csinálni, mint megnézzünk egy ausztrál weboldalt, egy hasonló ilyen elektronik oldalt. Nem más fogunk megnézni, mint a JB Hi-Fi-t, ugyanis van mindenhol ilyen, legalábbis itt mi nálunk ilyen elektronikai bolt, és ahogy látjátok, betöltődött. Tehát itt van egy a hatalmas hirdetés, ugye mindenki látja, ez a Google-nak az új ilyen házi kérdezője, mind a lehet kérdezik tőle kérdéseket, felmi az internet ugye, és megválaszolja neked, vagy ilyen hasonló. Aztán itt lehet venni, de gyorsan elmennek ezek a hirdetések. 30%-ot elengednek ugye a kamerákból, ezekből a biztonsági kamerákból. Aztán 60, menjünk ide vissza. 60 hónap interest free, kamatmentes hitelt adnak neked 60 hónapra, ami elég sok. Tehát ezt hiányoltam a magyar oldalról. Ez úgy működik ez a 60 hónap, hogy mindenkinek van ilyen kártyája. Ez olyan kártya, mint egy bankkártya. Ugyanúgy néz ki, mint egy bankkártya, és ezt egyszer meg kell kérni. Hogyha ezt egyszer megkérted, tegyük fel, hogy kaptál $5,000. Utána elmehetsz és vásárolhatsz például ilyen elektronikai boltokba, és semmi más nem kell tenned, odamész, lehúzod a kártyádat, beütöd ugye a PIN számodat, vagy valamit aláírsz, és elhozod. Semmit, de semmit nem kell kifizetned előre, nem kérnek hozzá se kezest, semmit se. Ugye tudom, hogy Magyarországon régen szoktak kérni ilyen kezeseket, meg hasonlót, semmi nem kell hozzá. Végülis ez úgy működik, mint egy kártya. Lehúzod, kifizeted, aztán hazahozod. Vagy kihozzák ugye neked, és minden hónapban fizeted, kamat, mentesen, semmi kamat nem megy rá. Egészen addig 60 hónapig, 60 hónap után ugye rámegy a kamat, de annyi idő alatt azért csak kifizeted. Mikor megkéred ezt a kártyát, bárki megkérheti, és bárki meg is kapja, hogyha dolgozol. Hogyha dolgozol, megadják neked. Van, hogy mondjuk $1,000 adnak, ugye attól függ, hogy mennyit keresel. Van, hogy 5,000, van, hogy 25,000. Tehát hogyha látják, hogy ugye jól fizeted, amíg veszel egy hűtőt és visszafizeted rendesen, akkor felemelik ugye a limitedet, mondjuk adtak még $5,000 neked, amit elkölthetsz, és látják, hogy te ezt fizeted, akkor ezt felemelik neked mondjuk 10-re. Tehát megint elmehetsz és vásárolhatsz. Ez azért van ez a kártya, tehát mindenki ezt arra használja ilyen dolgokba. Tehát mondjuk ha butort akarsz venni, vagy tévét, vagy hasonlót, lehúzod a kártyát, és nem megy rá a kamat, de haza tudod ma hozni. Tehát ha nincs összetakarított pénzed, jó dolog, mi szoktuk használni, mindenki használja, és visszafizethet 60 hónap alatt. Előbb is visszafizetheted, tehát nem megy rá semmi büntetés. Később is visszafizetheted, de akkor rámegy a kamat. Na minden? Ugye menjünk tovább, mit lehet még itt látni? Játékot, aztán 15%-ot elengednek a Sony TV-ből, ugyanúgy visszaértünk, na minden, menjünk lejjebb. Ami itt is vannak a hirdetések, itt van egy katalógus. Nem tudom, látok, nem láttam a katalógust. Most arra nem kattintok rá, de az olyan, mint egy rendes ilyen újság, csak az interneten van, amiben lehet, hogy mindjárt belenézzünk és jobban látunk árakat. Ami ide mindjárt, hogy látjátok, ki van rakva az árak. 32 incses Sonic, nem Sony, Sonic TV $195, aztán van itt ez a Hisen, nem tudom milyen márka, 65 incsesbe $2,796. A dollár, egész fontosan most nem tudom, hogy ugye mennyibe kerül, múltkor valaki mondta, amikor mutattam az autókat, hogy miért nem raktad oda minden egyes árhoz, ugye, hogy mennyibe kerül. Ezt szerintem ki tudjátok ugye számolni, hogyha felmentek a Google-re, rákerestek, hogy $1 ugye mennyibe kerül, akkor nagyjából, nem nagyjából, pontosan ki tudjátok számolni, hogy mennyibe kerül ez a telefon, vagy ez a tévé. Ha jól tudom, $1 olyan 200 vagy 220 forint, most nem akarok ilyen hülyeséget mondani, és azt ugye megszorozzátok annyi valamennyi. Aztán Nokia 6-os, ez milyen telefon? Nokia 6-os, ilyet nem is láttam még. Aztán van ilyen Fitbit ugye, kamerák, végülis ez csak hirdetés, ugye, ami most pont le van árazva, és ugye megint hirdet, hogy 60 hónap kamatmentes hitel, aztán itt egy hűtő, látjátok, $2,596, egy kicsit drága. Megyünk lejjebb, hirdetik a DVD-t, és leértünk. Úgyhogy, nézzük meg valamit, mondjuk nézzük meg ezt a, mit nézzük meg, ezt a tévét, ezt a Sonic tévét,
ide rákattintasz, tehát ide kírja neked, hogy 195 dollárba kerül, kihozzák, 5 vagy 15 napon belül, vagy pedig elmész és fel is veheted. Tehát itt meg tudod nézni, mondjuk rákattintasz, hogy hol akarod felvenni, beírunk egy postakódot, nem az enyémet, de egyet beírunk, 4211-et, és itt neked megmutatja, rákattintunk az összesre, hogy melyik boltba ugye van meg ez a tévé. Tehát itt mindjárt rákattintunk, vagy ráközelítünk magunkra, úgy látom, hogy a Google Play Store itt nem mutatja. Lehet, hogy nálunk pont nincsen. Na mindegy, visszamegyünk. Itt ki tudod választani, hogy van-e, vagy nincsen, tehát nem kell bemenni a boltba, vagy felhívni őket, hanem rákattintasz, beírod, hogy a postakulat hol laksz, és megmutatja a weboldal, hogy hol van a legközelebbi hely, ahol van raktáron, és felveheted. Hogyha nem, akkor kihozzák neked ugye bármelyik boltba, tehát az nem probléma, csak hogyha te akarod ugye felvenni. Itt van róla egy pontozás, meg leírás néha, hogy milyen a tévé, hogy meg valaki megvette, mi tetszik benne, mi nem tetszik benne, egy gyors leírás, aztán ennyi. És ugye hozzáadhatod a kosarathoz. Na mindegy, visszamegyünk, és megnézzünk egy ilyen magazint, én azt hiszem. Csak gyorsan, nem tudom, melyiket nézzük meg, nem tudom, hogy melyik... Nézzük ezt, lehet, hogy megnézzünk egy másikat is. Nem hiszem, hogy a zongorák vagy a zongorák sok embert érdekelne. Tehát, ahogy látjátok, olcsó TV 195 dollártól, aztán a Samsung Galaxy S8-as 1099 dollár, megyünk tovább. Ha itt valaki gondolja, nyugodtan állítsa ugye a videót, és jobban meg tudjátok nézni, hogy mi mennyibe kerül. Én csak gyorsan így átforgatom ezt az egész. Hát ez nem volt egy nagy újság. 797 dollár ez a hűtő, ez az LG hűtő. Na mindegy, visszamegyünk. Nem tudom, hova jöttem. Megnézzünk egy másik újságot is. Na miért nem megyünk sehova se? Hát, na, visszajöttünk. Melyiket nézzük meg? Nézzük meg mondjuk ezt. Ez ilyen tévés újság. Tévés újság. 600 dollár ez a Sonic, 55 incses. Ez a Sonic amúgy nem a legjobb márka, nem tudom, hogy ki ismerik, vagy ki nem, vagy van-e Magyarországon ilyen tévé, vagy nincsen. Én véleményem szerint nem sokan veszek itt nálunk Ausztrália. Az biztos, hogy olcsó, de nem tudom, hogy olyan jó-e, vagy nem. Aztán mit vannak itt? Tévék ugye, ez az LG TV. Az LG TV most nagyon reklámozzák, elkezdték őket ugye vásárolni. Én amúgy szeretem a Sonyt. Nekünk Sony TV-nk volt előtte, és voltam úgy Philips is, aztán volt, mi volt, Samsung is, de a Sony-val meg vagyok elégedve. A LG nem volt, apukámnak van, az LG meg ugye anyukámaiknak. Azt a mekkora 75 incses, 7500 dollár az a TV itt fönt, látjátok? Ez egy Sony TV. A Sony az mindig azért egy kicsit drágább. Hogyha ilyen olcsó márkát akarsz venni, akkor ezt a Sonicot kell. Olyan, mint a Sony, csak Sonic. Meg ugye a minősége nem hiszem, hogy olyan jó. Bár sose lehet tudni, bár én össze szoktam hasonlítani a tévéket a boltban, mert mindig kivarakva egymás mellé, és azért a minősége nem olyan neki. Na aztán, hogy itt csak inkább tévék vannak ebben az újságban. Aztán mi van még itt? DVD lejátszó, Blu-ray lejátszó, meg ugye felvevő. Van még felvevő? Olyan mondom. Ott is már régen láttam. És laptopok, látjátok? Van ilyen Aceros, aztán mi az? A Samsung monitor mondjuk, ez a Lenovo, ezek inkább az olcsóbb márkák, van a HP. Bár a Lenovo nem olyan túl olcsó, 949-ért, meg 1399-ért. Mondjuk van neki olcsóbb változata is, szoktam ugye látni. Na aztán van itt, amik a GoPro. 548 dollár, ami nem tudom, hogy miért 548, és most máshol mindenhol le van jelenleg árazva, 500 dollárra, de láttam 450-ér is. Mondjuk ilyen kamerákat, videókamerát nagyon nem lehet látni, hogy valakik még ugye még mindig vesznek, mondjuk emberek, mármint ugye ki más állatok nem szoktak venni kamerát. Na innen megveszek véget, aztán mi van még? Telefonok, ugye ez a Samsung, ugye nálunk is ilyen menő dolog ez a Samsung telefon, nem tudom, nekem sose volt Samsung telefonom, fogalmam nincs, hogy jó-e vagy nem jó. Aztán megyünk tovább. Ezek CD-k, nem meg DVD-k, amik ugye attól függ, hogy milyen DVD, meg milyen CD olyan árban vannak, vagy a Blu-ray-ek, bár általában mindig le vannak árazva 25%-kal, van, hogy 50-re is. Attól függ, hogy milyen régi, vagy milyen új. Aztán mi van itten? Samsung porszívó? Hát olyat én nem láttam még. Na minden, nekünk ez a Dyson van, de nem ez a Dyson, hanem egy ilyen rendes Dyson porszívó, amivel ugye meg vagyunk elégedve. Szépen kitisztítja ugye a szűnyeget, aztán van itt ilyen hűtő, nézd, adnak vissza neked 100 dollárt, ha megveszed ezt a hűtőt. Látod? Úgy szoktak ilyeneket csinálni. Ezekből most mindegyből kapsz vissza 100 dollárt a mosógépből. Na, minden megyünk tovább, az utolsó oldalra állítottunk, megint a tévénél vagyunk.
Ez ilyen tévés újság volt. Na mindegy. Úgyhogy, nagyjából ennyit, remélem, hogy sikerült az árakot egy kicsit megmutatni nektek. Ha valakit jobban érdekelnek az árak, felmertek erre a weboldalra. Úgy írják, hogy jbhifi.com.au. Ha felmentek, körbe tudtok nézni az árakat. Mindent nem tudok megmutatni, mert nem tudom, hogy kit mit érdekel ugye pontosan. De remélem, hogy sikerült egy kicsit több. Jobban rálátok ugye az árakra, de összetudjátok ugye nagyjából hasonlítani. És majd írjátok meg, hogy legközelebb miről készítsek, tehát milyen ilyen weboldalról, elektronikairól, vagy bútor weboldalról, mondjuk bútor weboldalt nem ismerek Magyarországon, vagy melyik weboldalt próbáljam meg ugye összehasonlítani, melyik magyar, melyik ausztrála. Úgyhogy mára ennyit, remélem, hogy élveztétek ezt a mai videót is. Mindenkinek további szép napot, sziasztok!